Ami koptatjuk az iskolapadokat, az iskola szinte a második otthonunk, a hely, ahová sokszor nem szívesen járunk. A vegyészeti technológiai iskola diákjai ezt nem így gondolják. A diákparlament már régóta tervezte ezt, hogy ilyen diákkuckot kell nyitni az utazók miatt, hogy mégis nekik megkönnyebbítsük, a hideg van, ne kelljen kint fázni a buszállomáson bármi, és ez évek óta tervezik, és örülünk, hogy ezt így meg tudtuk valósítani. Most is a diákkuckóban vagyunk, amint látni, van TV, komputerek is vannak itt ebben a szobában, és emellett társasjátékok, és a diákok, akik bejönnek ide, általában ezt igénybe veszik, társasjátékozni is szoktak beülni. Leginkább osztályon belül vannak a csoportosulások, és így vegyülnek az osztályok, és így több barátság kialakult, amióta ez van, úgy vettük észre. A diákkuckó ötlete az iskola igazgatójának fejéből pattant ki. Kikérte diákjai véleményét is. A tanulók örömmel fogadták a kezdeményezést. Učenici su hteli u stvari da imaju neki prostor za druženje, za neko neformalno za neki neformalni boravak zajedno u školi, a direktorova ideja je zapravo bila da se deca sklone sa ulice, da što više budu zajedno na toplom, da imaju što više nekih zajedničkih aktivnosti kao što su društvene igre, edukativne igre. A diák kuckó gyorsan elnyerte a diákok tetszését. Amióta a kuckó megnyílt, azóta vagy a klub, ahogy nevezzük, de a kuckó az olyan otthonosabban hangzik, azóta ide följárnak is. Tudomásom szerint sok gyerek ide jár, utazó gyerek, sőt a nem utazók is, ha véletlenül Lukas óra van, vagy órák után is. A diákkuckóban az ügyeletes tanulók viselnek gondot a rendről, illetve arról, hogy a diákok minden felszerelést rendeltetésszerűen használjanak.